Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Terik Roland Vallatótiszt vagyok, vendégünk pedig Paszicsnyek János, leendő kutyapártos bicskei önkormányzati képviselő. Szia, Paszi! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek, és sziasztok! Nyomatékosan sziasztok! Kicsit ilyen hot topic-kal indítunk, mert ugye Bicskéről indult el az a pedofil botrány, amiben belebukott Novák Katalin és végül Varga Judit is. Mi a helyi kutyapártnak a viszonya ehhez az ügyhöz, meg a körülötte kialakult politikai és média felhajtáshoz? Ezt egy picit nehéz megfogalmazni, mert ugye az emberbe feltámadnak érzések, amikor így a pedofil téma szóba kerül. Ugye Bicskén az igazgatót, akit ugye pedofília mellett elítéltek, nagyon sokan ismerték az ő megítélése, ezért ugye eleinte elég kétes volt a városban, mára ugye tökéletesen egyértelművé vált, hogy elkövette azokat a bűnöket, amivel megvádolták. Az események olyan fordulatot vettek, ami szerintem így pont azoknak nem jó, akikről ez az egész ügynek szólnia kéne, ugye pont az áldozatoknak. Az, hogy egyes pártok ezt politikai célra felhasználják Bicskén, ez szerintem vérlázító. Az, hogy fekete ruhás emberek fáklyával állnak a gyermek otthon elé, biztos, hogy nem nyugtatja meg a kedélyeket és a gyerekeket sem. Mi ezekből igazából igyekszünk kimaradni, nem semmilyen szintéren nem szeretnénk ebből politikai hasznot húzni. Természetesen maximálisan támogatjuk az áldozatokat, és amennyire lehet együtt érzünk velük. Igen, mert ugye a Mi Hazánk követelt kémiai kasztrálást és tüntetett a pedofilia ellen a gyermekotthonnál, hogy csak hogy tudják a hallgatók, hogy igen, igen, igen. Volt egy felvonulás, ezt a Mi Hazánk szervezte, és a másik politikai párt pedig a Momentum ellentüntetést szervezett. Úgyhogy ilyen tényleg ez így számunkra így megfoghatatlan, vagy értelmezhetetlen, hogy ezzel egyébként mi lenne a cél hosszú távon, hogy akkor most ki mi ellentüntet, kinek mi a célja, az ilyen kibogozhatatlan most már. Jött a covidámabb témákra evezünk. Megköszönöm. Azt árul le nekem, hogy hogy kerül egy vőfély a kétfarkú kutyapártban? Egyébként szorosan összefügg a kettő. Én vőfélyként dolgozok 2010 óta, vőfélyként ceremónia mesterként, és vőfélyként keresett meg engem az önkormányzat, a bicskei önkormányzat, hogy disznóvágásokon legyek ilyen, picit a néphangja, a műsorvezető, bonyolítsam le az eseményt, és utána több alkalommal kaptam tőlük megbízást. Szent Mihály napi sokadalmon voltam, kisbíró, újra visszatértem a disznóvágásokon, és közben pedig így szép lassan passzivistaként megérkeztem a kutyapárthoz, ugye ez a kettő egymással párhuzamosan futott. És volt egy bicskei esemény, egy padfestés, amire nem én szerveztem, én akkor főleg Budapesten és Székesfehérváron segítettem a kutyákat, de hát mondom, ha már van egy esemény kis hazámban, arra csak elmegyek, pont egy esküvő utáni reggelre volt megszervező, úgyhogy reggel 5 óra magasságába hazaérkeztem, és reggel 8-ra mentem padot festeni Bicskén a Kossuth térre. Mekkora a véralkohol szinten? Én nem iszom az esküvőkön. Legalábbis igyekszem nem fogyasztani alkoholt, ugye én ott egy feladatkört töltök be, nem iszom. Úgyhogy nem voltam itt a állapotban, ezt egyébként a kérkező rendőrök, és szerintem a jegyzőkönyv is tanúsítja. Nem, azt hiszem ott fújattak velünk szondát a legelsőnél. És akkor ment a padfestéses akció, amit egy bodméri hölgy szervezett, és egyszer csak megjelentek a rendőrök. És akkor mondták, hogy ezt azonnal hagyjuk abba, lefotózták a festékeket, igazoltattak minket, és ez szeptember elején volt, és szeptember végére volt meghirdetve a Szent Mihály napi sokadalom, amire már itt szóban megegyeztünk a Bicskei Művelődési Központtal, hogy akkor én leszek ismét a kisbíró, műsorvezető azon a napon, és jött a telefon, hogy hát akkor mégsem én lennék, és hogy akkor a későbbiekben nem számítanának a munkánkra, és akkor mondtam, hogy jó, hát volt bennem egy ilyen picike düh, és akkor mondtam, jó, hogy hát akkor eddig nem volt Bicskén kutyapárt, akkor most úgyis felszabadult elég sok időm, akkor mostantól lesz Bicskén kutyapárt, és azóta szervezzük a közösséget Bicskén. De biztos nem volt összefüggés a két dolog között. Ja, nem próbáltam ezt sugallni, egyszerűen így alakultak a dolgok, tiszta van véletlenül. Ilyen, igen, ilyen. Igen, igen. Mit kell még tudniuk ezen kívül rólad a bicskei leendő választóidnak?
165 centi magas vagyok, 42-es a cipőméretem, ezen kívül tanárként dolgozok, ugye pedagógus végzettségem van, ebben is tevékenykedem most már 16. éve, egy 11. kerületi általános iskolába dolgozom jelenleg, történelmet, földrajzot, hon- és népismeretet, drámát tanítok általános iskolásoknak, hobbim a kertészkedés, mezőgazdaság, van több mezőgazdasági végzettségem, nagyon szeretek állatokkal foglalkozni, állatokkal dolgozni, önkéntesként besegítek egy környékbeli állatklinikának is, hogyha szabad időm engedi, amiből mostanában egyre kevesebb van, rengeteg állatom van, méhészkedek, más különösebb tudnivaló nincs. Már szóba kerültek a rendőrök. Uh-huh. Ha jól tudom, Bicskén meglehetősen viharos kapcsolatot ápol a kutyapárt a helyi rendőrökkel. Nem tudom, hogy össze tudod-e foglalni röviden ezt a románcot. Ugye az előbb említett történettel kezdődött az egész. Az volt az első, amikor kutyapártos akcióra kiszálltak a rendőrök. Utána volt egy buszmegálló otthonosításunk, az Aponyi utcai játszótér melletti buszmegállót otthonosítottuk, és Trombi és a tűzmanó témájú kartonplasztokat raktunk föl. És hát rekordidő alatt érkeztek meg a rendőrök, ha jól emlékszem, 16 perc volt a kiszállás idő, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy leparkoltunk, onnantól kezdve 16 perc. Szóval még el se tudtunk kezdeni dolgozni, mert körülbelül így a szerszámokat meg a kartonplasztokat szedtük elő, és akkor már ott voltak a rendőrök. Lakossági bejelentésre érkeztek. Lakossági bejelentésre érkeztek úgy, hogy a kutyapárt nem megengedett tevékenységet végez a játszótéren. Ezt mondta a rendőr. Egyébként nagyon aranyosak voltak, ők több percig telefonáltak és próbáltak az önkormányzattal kapcsolatot teremteni, hogy egyébként ez tök aranyos, tök jól néz ki, és hogy valamiféle engedélyt az önkormányzattól kicsiholjanak. Nem jártak sikerrel. Úgyhogy gerillába kellett megcsinálnunk, egy héten keresztül minden nap visszamentünk, és egy-egy táblaelemet raktunk fel, és akkor így egy hét alatt elkészült a buszmegálló. Utána volt még egy történet, ez ilyen mindenféle akciótól teljesen független volt. Felcsút és Bicske között sétáltunk a kedvesemmel vasárnap délután egy új útszakaszon, és egyszer csak elment mellettünk egy rendőrautó. És mondtam, hogy hát ez biztos, hogy vissza fog jönni megkérdezni, hogy mit csinálunk itt, és mondta a párom, hogy már rémeket látsz, paranoiás vagy. És tényleg visszajött a rendőrautó, szirénázva, villogva, keresztbe bevágódott elénk, úgyhogy mi sétáltunk, és kiszállt hatalmas nagy mosolyjal a rendőr úr az autóba, és kérdezte, hogy hát mi mit csinálunk itt, ahol a kutya se jár. És akkor mondta, mi már találkoztunk, igaz? És akkor mondta, hogy igen, és hogy mivel ez az útszakasz kicsit ilyen Mészáros Lőrinc érdekeltségekhez tartozik, ezért keltettünk neki gyanút. De aztán egy 3/4 órás beszélgetés után utunkra engedett minket. Ez egész rövidnek hangzik. Egyébként igen, ilyen tök jól elsztorizgattunk ott, meg nem tudom. Hát én úgy tudom, hogy volt ez ilyen 5-6 kivonulás a bicskei rendőröktől mindenféle akciókhoz, de gondolom nem volt előtt mindegyiknél akkor az előfordulás. Hát ez az egyhetes buszmegálló felújítás, igen, az úgy nézett, hogy elkezdtük csinálni, és jöttek a rendőrök. Akkor hazamentünk, másnap újra jöttünk, elkezdtük csinálni, és jöttek a rendőrök. Nem mindegyiknél voltam ott, mert azért dolgoznom is kellett, nem tudtam minden nap ott lenni a csapattal, de igen. Még eddig egyetlen egyszer tudtunk úgy dolgozni kint közterületen, hogy ne jöjjenek. Az a Szent István utcai buszmegálló volt, de azt nem tudtuk, azt sem tudtuk befejezni, mert ránk sötétedett, és mennünk kellett taggyűlésre, úgyhogy azt 3 nappal később folytattuk, na akkor már jöttek. Úgyhogy egyébként ahhoz, hogy ott megtaláltuk a megoldást, azért nem értek oda a rendőrök, mert Felcsúton a Puskás játszott a Fradival, és igen nagy rendőri jelenlétet igényelt, úgyhogy a bicskei rendőrök nem tudtak valami buszmegálló felújítókkal foglalkozni. Mi a baj a település mostani vezetésével, azon kívül, hogy nem szeretik a felújított buszmegállókat? Erről megoszlik egyébként a lakosság véleménye. A polgármester és az önkormányzati képviselőtestület egész jól beágyazta magát a lakosságba. Ugye ők azért többnyire bicskei lakosok, nagyon sokan ismerik őket régóta, ugyanez egyébként rólam is elmondható. Amit nagyon-nagyon sokan kifogásolnak az, hogy egy kicsit így az önkormányzat belefekszik ebbe a Felcsút második kerület szerepbe, hogy így egy picit olyan önállótlanul mozog az önkormányzat, és ez ellen a
az önkormányzatiság leépítés és ledegradálása ellen nem nagyon tesz semmit. Ezen kívül pedig az, hogy nagyon-nagyon jó dolgokat tud a polgármester véghez vinni, tényleg tök jó akciókat szervez. Látszik egyébként, hogy szociálisan is ott van a toppon, mert igyekszik segíteni a rászorulóknak, viszont valahogy így Bicske határain túl nem nagyon tud érdeket érvényesíteni. Ugye erre például tök jó példa volt a vasút felújítás, ahol a bicskei utazóközönséget igen rendesen megszivatta a MÁV és az Építési és Fejlesztési Minisztérium, ugyanis egy pont az általunk felújított buszmegállóba, ami egy árokparton van, terelte ki azt a 2-3 ezer embert, akik amúgy vonattal közlekednének, és ott kellett pótlóbuszokra felszállniuk. Hát el lehet képzelni, hogy ez nem túl ideális egy 3 négyzetméteres buszmegállóban ennyien várakozni. Nagyon-nagyon komoly problémákat okozott egyébként ez. Sokan visszaszoktak, vagy átszoktak az autóval való közlekedésre, sokan pedig hát a pótlóbuszokra vártunk lehetetlen körülmények között. Úgyhogy az érdekérvényesítés hiánya, ez az, amit szerintem nagyon sokan felrónak neki. Milyen vezetés van egyébként? Független, de fideszes, vagy ellenzéki? Felcsút mellett fideszes. Micsoda meglepetés. Hát. És mi ezen kívül, mi az a három szerinted legfontosabb probléma, amin változtatni kellene Bicskén, és szerinted mi a megoldás rájuk? Egyébként lenne több dolog is. Ugye volt az Itt szólj be kampányunk, ahol azért elég sok mindent összeírtak az emberek, amivel érdemes lenne foglalkozni. Ebből az hozzáteszem, hogy nem minden önkormányzati hatáskör. Amivel mi nagyon... Mondhatsz ötöt is nyugodtan. Jó. Akkor először mondok olyat, ami nem önkormányzati hatáskör, de az önkormányzat befolyása tudna lenni. Ez a Bicske és Óbarok között lévő körforgalom hiánya, ahol nagyon sűrűn, nagyon komoly balesetek történnek az egyes útnak a kereszteződésébe. Nagyon nagy a forgalom. Ha az M1-es autópályán történik valami, akkor Bicskéről ezen a kereszteződésen gyakorlatilag lehetetlen kijutni, olyan szinten bedugul. Ilyen havi rendszerességgel tényleg nagyon-nagyon komoly balesetek vannak. A körzet parlamenti képviselője már 2019-es választások előtt megígérte, hogy lehet, hogy a 2022-es. Most ebben nem vagyok biztos, de hogy be vannak adva a tervek, megvan a pénz a körforgalomra, csak jól kell szavazzon a város, mondta ezt a képviselő úr. A város egyébként az ő szempontjuk szerint jól szavazott, körforgalom még sincs. Bár ez nem önkormányzati hatáskör, azt gondolom, hogy egy önkormányzat, egy 12 ezer fős városnak kellene tudni annyira érdeket érvényesíteni, hogyha főleg így a képviselői úr megtámogatásával már annak a körforgalomnak el kellett volna készülnie. Ezen kívül vannak a külterületek. Ugye Bicske az agglomeráció belül van, a 30-40 kilométeres agglomerációhoz tartozik, nagyon népszerű a kiköltözők között. Viszont a város belterületén eléggé fölmentek az ingatlanárak, nagyon sokan a beköltözők és a régi bicskeiek közül is kiköltöztek a külterületi zárt kertekbe, ugye ezt Bicskén úgy hívják, hogy a dűlőkbe. Ezeknek a dűlőknek az infrastruktúrája nem erre a célra készült, több dűlőben nincs víz, a legtöbben van egyébként áram, ami nagyon-nagyon hiányzik, az a szilárd útburkolat, és valamiféle tömegközlekedési lehetőség. A helyzetet súlyosbítja az, hogy nagyon sokan még üdülővezetként szeretnének gondolni ezekre a területekre, mert örökölték nagyszülőktől, szülőktől, és ők továbbra is oda kertészkedni szeretnének kijárni. Nem szeretnék azt, hogyha mondjuk ott feltétlenül aszfaltos utcák lennének, mert akkor megnő a forgalom. Úgyhogy ebben van egy kis nézeteltérés a telek tulajdonosok és az ott élők között. Erre próbáltunk egy ilyen kicsit kompromisszumos megoldásjavaslatot tenni. Ez abból áll, hogy a buszjáratokat megsűríteni. Ja, egyébként buszmegálló nincs hozzájuk, csak tábla, úgyhogy oda például raktunk ki padokat, raklappadokat készítettünk, hogy valami le lehessen ülni. Az úton az átkelést egy-két zebrával meg lehetne támogatni, illetve a dűlő út minőségén lehetne úgy javítani, hogy rendszeressé teszik a földútnak a karbantartását. Ez lenne egy olyan kompromisszum megoldás, amit a dűlőben élők
mind a két típusával folytatott beszélgetések után így el tudnánk képzelni. És egyébként a költségvetést sem terhelné meg annyira. És akkor még Bicskére visszatérve, mert hogy el sem mentünk onnan, még a programpontjaink között szerepelnének a, hát egy picit így a felelős állattartásra érdemes lenne rámenni Bicskén. Ezt nem csak előadásokkal és picit így ilyen oktatással tervezzük, hanem szintén a költségvetés rovására szeretnénk ivartalanítási kampányt évente, fél évente, ugye ez megbeszélés vagy egyeztetés kérdése, és ugyanígy a csippelés is. Akkor, hogyha ebbe az önkormányzat beszáll, akkor természetesen elvárásokat is fogalmaznánk meg a gazdik felé. Nagyon-nagyon sok a kóborkutya Bicskén, rendszeresen szöknek ki kutyák, azonosíthatatlanok, hogy kihez tartoznak, úgyhogy erre kínálnánk egy ilyen jellegű megoldást. Melyik a kedvenc kutyapártos akciód, ami Bicskén volt, de mondhatsz olyat is természetesen, ami nem Bicskén, hanem úgy általában? Nagyon sokan voltak, a legtöbben talán a Zaponyi utcai buszmegálló felújításon volt, ugye, ami a Trombia és a Tűzmanó témában készült el. Ezen 20-valahányan voltunk így folyamatában jelen, úgyhogy ugye 16 perc után lefújták a rendőrök. És annyira jó élmény volt, mert mi ott álltunk, a rendőrök elmentek, mert hogy majd visszajönnek és mondják, hogy mi legyen. 7 órán keresztül állt ott a csapat, voltak, akik végigállták, voltak, akik elmentek. A szemközti házból kijöttek, pálinkával kínáltak. Egy pár házzal odébb lévő néni fazékba hozott ki nekünk teát, zsíros kenyérrel kínáltak minket. Az tényleg egy olyan közösségi élmény volt, amiről azt gondolom, hogy egy kisvárosba egy ilyen akciónak szólnia kéne. Hozzátéve, hogy jó, mondjuk lehet, hogy hamarabb végeztünk volna, és nem lett volna idő teát főzni, hogyha nem jönnek a rendőrök. Ez volt az egyik, amit nagyon szerettünk. Egyébként a buszmegállót a bicskeiek nagyon szeretik, oda járnak például fotózkodni. A nagyikhoz lejönnek a városi és a külföldi unokák, és elmennek az elefántos buszmegállóhoz fotózkodni. Másik ilyen nagyon jó közösségi élmény, vagy hát kutyapártos akciós élmény volt, szintén közösségi, ott 11 néhányan voltunk, az egy szemétszedő akció volt. Kaptunk fotókat, hogy Bicske nevezetessége, az úgynevezett hegyi kastély és csillagvizsgáló mellett brutális szemétkupac van. És egyébként tényleg ilyen több köbméternyi egybefüggő szemétkupacról készültek a képek. Meghirdettünk egy szemétszedő eseményt, és kiderült, kimentünk pár héttel, két héttel talán az esemény előtt, hogy akkor megnézzük, hogy hol is lesz ez a szemétszedés, és kiderült, hogy már egyébként néhány hónappal korábban az önkormányzat emberei ezt felszámolták. Ez már így önmagában is egy nagyon jó élmény volt, viszont a környékben az erdő az hintve van szeméttel, zsákos szemét, autóalkatrész, minden, úgyhogy arról ugyan az a nagy lerakat az eltűnt, de úgy voltunk vele, hogy van létjogosultsága a szemétszedésnek ezen a területen, úgyhogy a képeket levettük, kicseréltük, egy Facebook posztban megkövettük az önkormányzatot, hogy azt ugyan felszámolták, de továbbra is marad a szemétszedő akció. Az önkormányzat vállalta, hogy az általunk összeszedett szemetet elszállítják. Volt egy picike ilyen csatározás, egy kicsit így verbálisan egymásba álltunk, de szerencsére jó hangulatban sikerült elválni telefonon keresztül a polgármester asszonnyal, és megvalósult a szemétszedés, és mindent találtunk. Találtunk komplett autóbelsőt, kárpittal, műszerfallal, biztonsági övvel, mindennel. Egy teljes autónak a belső kárpitozása bent volt. Találtunk több állattetemet, lókoponyát, tehén alkatrészeket, amit el tudsz képzelni. 2-3 köbméternyi drót húzarról ezt a műanyag borítást, azt alig bírtuk kibányászni. A kedvencünk az a kutyaürülék volt, amit valaki bezsákolt, körülbelül ilyen 7-8 zsáknyi kutyaürüléket, bezsákolta és kivitte az erdőbe. És először nem mertük kibontani, mert rettentő büdös volt, és attól féltünk, hogy itt valami bűntény, vagy bocsánat, ennél komolyabb bűntényre bebotlunk. Úgyhogy egy picit meglepődtünk, hogy csak kutya ürülék, de elgondolkodtunk azon, hogy milyen lelki világa van annak, aki bezsákolja a kutyájának a termékét, és kiviszi a zsákba erdőbe. És még csak ki sem szórja, hogy legalább lebomlana, vagy pár hétnyi eső lemosna, nem, ő így zsákba kirakja. És akkor ezen így gondolkodtunk, volt egy nagyon
kellemes élményünk, ugyanis két nappal az esemény előtt mi még fölmentünk megnézni a helyszínt, és embermagas csalán és gaz rengeteg fogadott minket a mauzóleum és a csillagvizsgálók körül. Mire mentünk két nappal később, addigra le volt nyírva, motoroskaszával lenyírták, és felhívtak a környékbeli méhészek minket, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik az akciót, mert az elmúlt években erre nem volt példa, hogy az önkormányzat emberei ott nyírtak volna, de szerencsére a mi akciónknak ezért így megelőzőleg ezt elvégezték, úgyhogy hálásak voltak érte. És ez még egy ilyen kis kellemes üdeszínfolt volt így a bicskei életben. Mindenkinek felteszem ezt a közhelyes kérdést, hogy avagy felszólítást, hogy foglald össze egy mondatban a politikai arszpoétikádat, ha van olyanod. Egy órája ezen a kérdésen gondolkodom, sőt még a bicskei passzivistákkal is folytattam beszélgetést, hogy hogy tudnánk összefoglalni. Az enyém talán az, hogy minél többet cselekedni, kevesebbet beszélni, többet cselekedni, és ehhez a cselekvéshez lehetőség szerint minél több embert bevonni, hogy minél szélesebb körben terjedjen el ez a nézőpont. Köszönjük szépen, ez volt a Kutyinfo podcast újabb adása, én Terdik Roland voltam és vagyok, iratkozzatok föl, és Paszicsnyek János bicskei leendő önkormányzati képviselővel beszélgettünk. Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, sziasztok, és gyertek Bicskére!